Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Tovább folytatjuk a Villám vegán főzősulit. Mai alkalommal egy kívánságot teszek eleget. Kaptam egy listát múlt héten, hogy mi az, amit bemutassak, és azért is mondom ezt el, mert szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogyha van valami olyan dolog, amit szeretne, hogy elkészítsünk, lám az első helyen állt a zöld turmix, és már mit fog bemutatni? Zöld turmixot fog bemutatni. Jó, úgyhogy nyugodtan, mert bárki szeretne, kértek tőle még pástétomokat, salátaönteteket, növényi fasírtokat, ezt mind el fogjuk készíteni, van rá időnk a következő hetekben, hónapokban. Akkor, amikor a kapott mindenki receptet? Magdikán, tessék, parancsuk, itt a saját receptet, jó? Akkor, amikor a zöld turmixról beszélünk, akkor általában nagyon sokan hallottak már különböző zöld turmixokról, és való igaz, hogy bárki tud egy zöld turmixot készíteni, annyit csak a teendő, hogy tesz bele valami zöldet, nem? És van édesítő anyagot. De mi azért úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy ne csak egy ilyen sima összevágó pár zöldet, és akkor olyan turmixot készítsünk, hanem azért legyen benne valami tartalom és tudomány is ebben a dologban. Ma két olyan különleges italt fogunk készíteni, mindig a zöld smoothie, zöld turmix kategóriába tartozik. Az első, amit fogok bemutatni, az kimondottan arra a problémára van, hogy valakinek vérszegénysége van, vagy valakinek a vas szintje ugye kevés a szervezetében, és úgy gondolom, hogy ma, habár nagy bőségben élünk, de az emberek nagy részénél előfordulhat a vérszegénység, a vas hiány. És sokan próbálnak különféle vas készítményeket elfogyasztani, hogy valahogy növeljék a vas szintjüket, a vérszegénységet megoldják. Van, akik még vas szeget szúrnak az almába, hogy több legyen az almába a vas, meg mindenféle tükröt bevetünk. Most egy olyan valódi smoothie-t fogunk készíteni. Az ebből az alapanyagok, ugye lesz benne kiwi, avokádó és spenót. Ez lesz az első receptünk, amit elkészítünk. Mind a három összetevőben magas a vastartalom. Együtt pedig még jobban felerősítik az összhatást. És mindezt vagy musttal készítjük el, ugye piros szőlőlével, amiben resveratrol van, megint egy erősítő ital, vagy ha éppen nem kapunk piros szőlőlevét, akkor választhatunk bármilyen piros, bogyós, gyümölcsös, 100%-os levet, jó? Tehát most is egy olyan levet hoztunk, ami egy ilyen piros, gyümölcsös, többfajta gránátalma, áfonya, ribiz, dieper, ezek vannak benne. Nyilván soha nem fog használni ilyenkor egy 12%-os gyümölcs tartalmú levet, jó? Hanem 100%-ost használunk. Ha valakinek van saját mustja, nyilván azzal lenne a legfinomabb a saját mustunkat használnánk hozzá. Nagyon sok fajta különböző zöldet tehetünk bele a turmixainkba. Most én két zöldet használok ma, a spenótot és a madárbegy salátát. Ezt a kettőt, tehát bármiket tudnánk használni igazából. Itt a vérszegénység esetén azt mondjuk, hogy kúrösszenek használva, legalább ígyük ezt az italt egy 10 napig, és akkor már érezhető a hatás, hogyha folyamatosan használjuk. De természetesen használhatnánk rukolát is, akár kínai kelsalátát, akár édeskömény, ugye már készítettük édeskeményből. Nagyon ízes, zamatos az édeskömény, tehát jó alapja egy zöld turmixnak. Úgy emlékszem, itt már készítettem olyan smoothie-t, amit spirulina algával készítettünk, ugye zöld algával, de akár készítetnénk ugyanezt kék algával is, jó? Tehát a választék a miénk. Az édesítésre most is fogunk használni majd datolja szószt, amit mi magunk készítünk ugye házilag. Nem kell nekünk drága szószokat venni. Kicsit báztattam a datolját forró vízbe, és így a öntő lével együtt föltöltjük. Ez az első, amit megtanulunk, ezt már tanultuk. Jó, már kész is az első datolja szirupunk, egész sűrű lett, ezt már tanultuk legutóbb is.
Nyugodtan lehet higítani, ebből fogunk tenni majd két kanállal hozzá a zöld smoothinkhoz. Természetesen használtánk juhar szirupot is. Akik fogyasztanak mézet, akár egy kicsi mézet is tehetnek bele. Én mindig a teljesen természetes módot szoktam választani, ezért javaslom a házilag készített datúja szirupot. Jó, akkor recept szerint beleteszünk 2 darab kivit, nagyon magas a C-vitamin tartalma. Szentágotai György kutatónk hosszú évekig kísérletezett, mire megtalálta a C-vitamint a paprikába, de a kivibe is nagyon nagy, ő is ezt hallotta. Érte utolsó 10 évét arra szentelte, hogy a rákgyógyítással foglalkozzon. Volt egy kis családi esettanulmány, és emiatt arra késztette, hogy ezzel foglalkozzon. Teszünk bele egy fél avokádót. Nyilván olyan avokádót kell beletenni, ami puha, érett, ha kicsit megint érzem, hogy már puhább, de nem kell, tehát keményen ne tegyük bele semmi értelme, mert nem jó lesz az íze a turmixítónak, jó? Természetesen az avokádó az egy tömény növényi zsiradék, úgyhogy egy személyis adagba nem szoktunk beletenni egy egész avokádót, mert az nagyon, nagyon sok lenne hozzá. Egyszer egy ismerősöm mondta, hogy hallottam tőlem egy előadást, hogy milyen egészséges az avokádó, és elkezdett avokádót tenni, és elkezdett hízni, és csodálkozott, hogy mi az oka, amire kiderítettük, hogy naponta megevett 2 avokádót. Én mondtam, hogy fél avokádó a napi adag, de ő úgy gondolta, hogy biztos úgy mondtam, jó? Tehát nem úgy mondtam, úgyhogy jó, hogy ezt megérezzük, jó? És akkor hozzátesszük a egy csésze spenoltot. Ez mosott spenolt, tehát nem kell megmosnom. És akkor hozzátesszük a 100%-os gyümölcslét. Egy csészényi mennyiséget. Jó illata van. Egyet turmixolunk rajta. Hogy most akkor megtanultuk korcsítva ezt a receptet, és akkor ebben az évben már minden reggel csak ugye ezt a spenortos zöld smoothie-t fogjuk inni, jó? Ugye azt mondtam, hogy kurulja legeljük legalább 10 napig. Hiszen a spenortot is túlzásba vihetjük, neki is van olyan beállított értelme, hogy vigyázni kell. Tehát 10 napig utána cseréljük. Én azt szoktam mondani, hogy egyik nap együk madárbecsalátával, másik spenorttal, aztán rukolával, aztán egyéb más zöldekkel, jó? Nagyon jó még a tyúkhúr is otthon a kertbe, vagy egyéb más anyag. Teszünk hozzá akkor, van gondolom, egy kis édesítést, egy 2 kanállal teszünk hozzá. Ugye ebben nem teszünk banánt, és egy kicsi lépményt teszünk hozzá, hogy jusson mindenkinek. Az a recept, amit leírtam a receptbe, ott az a mennyiség, amit írtam, az 2,5 deciliter ez való, jó? Nem az a cél, hogy egy nagyon édes turmixot készítsünk, az a cél, hogy egészséges dolgok legyenek benne, amikor tesznek nekünk. Mikor érdemes elfogyasztani ezt a turmixitalt? Ez az első kérdés. Ebéd után? Legjobb reggel éjnyomóra, jó? Tehát ezzel kezdjük a napot, és hogyha megittuk, akkor egy fél óra múlva már jöhet a egérnek a többi része. Na most úgy gondoljuk, hogy még este szeretnénk enni, este is meg lehet inni azért turmixot, jó? De akkor ne utána jöjjön a vacsora, hanem ebből egy pohár legyen a vacsora, jó?
Tehát nem kétszer vacsorázunk, egyszer vacsorázunk, akkor egy három deci ilyen ital is megvan, vagy csak Éva fotó is megvan? Köszönöm. Mert akkor holnap, meg ígérem, hogy a Facebookon megtaláljuk a receptet is. Többen kérdeztek, hogy miért nem teszem ki a videó után a receptet. Tessék felmenni, ott van a Facebook oldalunkon, jó? Na, akkor elkészültünk a zöldtömixszal, és akkor most folytatjuk a másikat. Van egy probléma, ami úgy gondolom nagyon sok embert érint a Magyarországon, és itt az egész világon, és azt mondják a kutatók, most 2023-ban. Ezt a mondatot, hogy szeretnék elmondani, ezt én körülbelül már 15 éve mondom, már akkor tudtuk ezt a statisztikát. Ma a világon az első fokú halálok az mi? A szív- és rendszerbetegség. Azt mondták a kutatóink már 15 évvel ezelőtt, hogy 2025-re átveszi az első helyet a depresszió és a depresszióból származó egyéb betegség kialakulása. Tehát ennyire kellene nekünk ezt komolyan venni, és amit most készítünk, ez az ital pedig egy depresszió csökkentő, kedélyjavító zöld turmix lesz, jó? Amikor valakinek ilyen depressziós problémái vannak, akkor azt javasoljuk, hogy legalább 15 napig fogyassza folyamatosan ezt az italt, jó? A banán adja ennek az italnak az édességét, és vagy csak spenótot teszek vele, de most kicsit keverjük, fele spenót lesz, és fele madárvegy lesz, jó? Önmagában a madárvegy is nagyon jó, de most felezni fogom. Többen vagyunk, hogy teszünk le három banánt, hogy jusson azért mindenkinek majd. Mivel banánt tettem bele, ezért ebben külön nem is kell édesítés már, de persze, ha szeretnénk, akkor adhatunk hozzá egy kis datőszirupot, szigorúan datőszirupot, jó? Akkor nyomunk egy kis citromot hozzá. Mindig friss citromot használunk, és nem ilyen boltba a különböző citrom dének eladott termékeket, olyan is jók lehetnek, nagyon vannak azok, hogy nagyon jók is, de mindig arra gondoljuk, hogy a friss étel a legjobb, amit akkor készítünk. És ha én 5 citromnak kérem a levét, és azt pár napig eszem, hogy viszont, akkor hát, az se jó? Hát megteheted, de mindig legjobb, hogy akkor fogyasszuk, amikor kinyomtuk. Amikor benne van így a héjában, ez egy ilyen tökéletes csomagolás, ezek semmiből nem lesz, még jó helyén tartjuk. Abban a pillanatban, hogy kibontunk valamit, akkor megindul egy emésztési folyamat már, és megindul romlás is benne. Hozzátettük, és akkor most teszünk hozzá a madárvegyet. Most felezni fogok, jó? Fele ilyen. És teszünk a spenótot a másik feléből. És most ehhez szójatejet fogunk hozzátenni. Azok az élelmiszer alapanyagok, amik triptofánban gazdagok, ilyen például a szójabab, ilyen például a banán, ilyen például a spenót is. Olyan anyagok vannak benne, olyan aminosavak, azok triptofánban gazdagok, és amikor valaki nem fogyaszt áttermékes, és bőséges a triptofán tartalom alapanyagból készíti az ételét, azt figyelték meg, hogy alapvetően az emberek elkezdnek lenyugodni, jobb lesz a kedély állapotuk, és a depressziók tovább tűnik, jó? Úgyhogy ez egy gyógyító jellegű smoothie, amit ma készítünk. Volt a 2011-es felénet Egyesült Államokban, és a World Trade Centernek a két tornyát kilőtték a helyéről. Nagyon sokan kerültek depresszióba, sokan megbetegek ettől, és Dr. Nils Hedvig vezető kutatóorvos, aki a belgyógyász és életmód szakorvos, ő depressziós betegek kezelt életmóddal, táplálkozással, és triptofánban gazdag ételekre fogta a betegeit, 3 évig folytatta a tevékenységet abban a városban, hogy kicsit jobb legyen az embereknek. Jó, most adunk hozzá
Van is egy könyv, az a cím, hogy Kivezető út a depresszióba. Ajánlom mindenkinek, nagyon jó könyv. Lehet, hogy majd jövőre tartunk egy sorozatot, amikor csak a depresszióra fog beszélni, hogy hosszú ideig van, jó? Érdemes róla beszélni. Adunk hozzá még egy kis szójátet, hogy jusson mindenkinek. Ezzel is elkészültünk, gyönyörű zöld színe van. Jól néz ki? És az a lényeg benne, hogy ez nem csak jól néz ki, hanem valóban egészséget tartalmaz. Nyilván, hogy esetleg még mindezt megfékeznénk, hogy bio gyümölcset teszek bele, akkor még jobb lenne. Zsusi, kicsit közelebbről fotóz, légy szíves. Jó, jól látszódjon a tubus. Jó? Gyere lejjebb egy kicsit, ez legyen egy fotónk innen is. Csak hogy tudjam kitenni majd a fotót a recept mellé, jó? Jó. Köszönöm szépen. Akkor elkészültünk az ülturmixszal. Kettő is van belőle. Ne felejtsük, az első miről szólt. Vérszegénység vastartalom erősítése. A második pedig depresszió csökkentés. Köszönöm a figyelmet. És akkor folytatjuk, kivételesen, nem jövő héten szerdán, akkor is itt leszünk, és akkor is fogunk villám vegán főzősőt tartani, de az idén az van ezen a héten, hogy még vasárnap is van egy programunk, tehát vasárnap 10 órától kezdünk, és dr. Horváth Balázs Tiszburi háziorvos lesz az első vendégelőadónk, aki a rák megelőzésről fog beszélni, és van egy úgynevezett korán kellő kedvezményünk is, akik eljönnek a 10 órás előadásra, kapnak egy ajándékkönyvet, Kivezető út a depresszióba címmel. De ezt csak azt kapja, aki 10 órakor itt van velünk az első előadáson. Igen, Kivezető az allergiába, jó? Ezt tudjuk kapni. És... jó, terv szerint 12 órától fogunk tartani egy újabb főzősült, ez egy 1 órás, másfél órás lesz körülbelül, hogy legyen ők enni is még belőle. Fogok készíteni sok minden érdekességet, fogok készíteni például egy nyers gaspacho olaszos leves, és fogok készíteni olyan, mivel rák programunk lesz vasárnap, fogok készíteni olyan turmixleveket is, amivel például a vastagbélrákja van valakinek, vagy mellrákja van, amit olyankor kell inni. Jó? Tehát csak azért mondtam el, hogy ilyenek is lesznek, és persze egyéb más is fogunk még főzni, de ez legyen titok ma még. Köszönöm a figyelmet! És mindenkit szeretettel várunk jövő héten. Jövő héten valószínű kérdésedre jönnek a fasírtok, jó? És látjuk, ha valaki kérdez és kérdez, és mit szeretne, akkor én majd alkalmazkodok hozzá meg a csapat többi részén. Köszönöm a figyelmet!